Hát szervusztok, kedves barátaim, megint itt vagyunk a Euro Truck Simulator 2-ben. Hát próbáltam mutatni a játékot nektek most már kétszer is, és kétszer is megszivatott engem a rendszer, úgyhogy kudarcba fulladtak a próbálkozásaim, de hát engem nem lehet megállítani, ha valamit a fejembe vettem, akkor csak azért is megmutatom. Ugye miről is van szó? Arról van szó, hogy eléggé vírusos időszakokat érünk, vírusos helyzet van, és ezért az emberek maradjanak otthon. De hát ugye az ember ilyenkor, amikor otthon kell üldögélni, eléggé, hogy mondjam, rosszul érzi magát, mert azért menne. És hát ugye ez a játék többek között, meg az összes számítógépes játék most abban segít, hogy egyrészt az ember otthon elmulassa az időt, és addig se gondoljon arra, hogy mi van a világban és mi fog történni, másrészt ugye, hogy ne menjen ki és ne fertőzzön, vagy fertőződjön meg. És ugye a harmadik pedig, hogy ebben ez a játék óriási, hogy úgy is tudjuk járni a világot, hogy közben nem mozdunk ki otthonról. Na hát ezért szeretném nektek megmutatni ezt a játékot, amely alapból 3000 forint környékén játszható, a Steamről is letölthető, illetve magának a gyártónak az oldaláról is, tehát hogyha rákeresse, hogy Euro Truck Simulator 2, akkor megtalálod. Itt az elején szeretnék mutatni valamit, itt mutatom itt jobb oldalról fölül, hogy én a hármas szinten vagyok, és zöld fülű. Ez azért van, mert laptopon játszottam eddig ezt a játékot, ugye nem volt normális gépem. Most, hogy lett normális gépem, és áthoztam a játékot rá, egyszerűen nem hozta át a mentéseimet, úgyhogy elveszett a 110-valahány ezer tapasztalati pontom is, elvesztek a kamionjaim, és elvesztek a garázsaim, és elvesztek az alkalmazottaim is, úgyhogy most újból kezdem, de nem zavar engem, mert élvezem magát a játékot, illetve így legalább meg tudom nektek mutatni, hogy milyen dolgokat tud csinálni egy zöldfülű. Ugye először is be kell állni az embernek, hogyha fuvarba akar menni egy másik céghez. És hogyha itt összeszedsz egy kis pénzt, és már hitelképes leszel pár millió forinttal, akkor onnantól vehetsz magadnak hitelre kamiont. Én is ezt csináltam, 33 milláért megvettem ezt a szép piros Volvo kamiont, és mostanában ezzel fuvarozok, mutatom, hogy hogy. Most utoljára ugye itt Linzben voltam, és most Linzből fogunk valamit próbaképpen először is elvinni valahova. Hát, borsavat lehet vinni. Ugye itt mutatja a különböző fuvarokat. Hát az a probléma, hogy én nekem van egy game bárom egyébként, egy Windows game bár, amivel ugye a felvételt csinálom, és pont kitakarja, úgyhogy én nem látom, hogy melyik ez, tehát hogy ez éppen hány forint, meg ilyesmi, úgyhogy a másodikat fogom választani. Ez egy 3 órás út, az nem is olyan sok, és egész jól fizet, és tehát a kilométeres fajlagos dolog is, nézzük csak ezt a dolgot. Beállítjuk célállomásnak Linzből. Tölt a játék, és hát be fog minket dobni valahova. Este van. Hát ez nem lesz túl jó a bemutatásra. Tehát nézzük, csak 0 óra 9 van, úgyhogy hát valami egyszer majd ready csak to roll. Láttok legalább ilyet is, azt mondja, hogy kapcsolunk egy lámpát. Ja, hogy az fölkapcsolta magától. Na, azért mondom. Hopp, nem jó. Emlékszem, hogy mit csináltam utoljára. Ja, igen, ide beálltam egy telefén, úgyhogy erre a telefonra először is ki kell hajtani. Na, közben elmondom, hogy egyébként menet közben lehet rádiót hallgatni. Ezt úgy tudod elérni, hogyha megnyomod az R gombot.
és vannak mindenféle online rádiók. Na, ezzel szivatott meg most a rendszer legutóbb, mert itt én hallgattam a 80-as Hot Mix Radio-t, ez egy oldies, tehát ilyen retro rádió, és olyan zenék mentek, miközben én itt autózgattam, amiatt a YouTube letiltotta a videót. Úgyhogy ne haragudjatok, nem fogunk zenét hallgatni, hanem csak így simán zene nélkül fogunk autózgatni. Turn right. Kamionozgatni. Éjszaka nincs nagy forgalom még Linzbe se, úgyhogy mi fordulunk jobbra. Hát, hogy itt volt egy piros lámpa, amit én nem figyeltem. De nem baj. Éjszaka rendőr Keep right, sincs. And then turn right. Ja, a navigáció mondja, hogy mit kell csinálni. Turn right. És ezt is fogjuk csinálni, hogy itt ezen a telephelyen fölvesszük. Here we are, safe and sound. Megérkeztünk biztonságba. És itt szépen föl fogjuk venni az árut, ami ez lesz fuvar elvállalása. Mutatja nekünk, hogy itt a telephelyen ott van szemben, látjátok? Tehát azt kell majd felakasztani magunkra, ahhoz valahogy oda kell ráállni. Mindenféle vasoszlopok vannak, ami így a sötétben nem nagyon látszik, de én kiszúrtam, úgyhogy szépen óvatosan állunk be, és ezeket a targoncákat fogjuk valahova elvinni. Ott a vasoszlop, annak nem megyünk neki. Nagy segítség lenne, hogyha legalább azt látnám, hogy hol van a teherautónak hátulja, de hát rohadtul nem látom. Úgyhogy nagyon körülbelül letoltunk. Csak úgy mondom. Szerencsére nem kell nagyon pontosan rátoletni. Hát elég nagy szivatás ez, látod, nem látná a teherautó hátulját, mert fekete. De hogyha itt bezöldül a dolog, akkor jók vagyunk. Futkocsi felkapcsolása. Time to hit the road. Na, itt az ideje, hogy nekiinduljunk. És most kezdődik ugye az út, 301 km, 4 óra 49 perc alatt fogjuk ezt megtenni. Közben én fogok csinálni egy vágást, hogy titeket ne fárasszalak ezzel a dologgal. Ugye nem 4 óráig vezetsz a játékban, mert 1 perc nagyjából 5 másodperc alatt lemegy, hanem rövidebb ideig, de úgyis unalmas lenne, hogyha én itt most titeket ilyen 20 percig vinnélek a tök sötétbe ráadásul. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy majd menet közben csinálok egy vágást is. Keep left, and then turn left. És amikor mielőtt megérkezek, és az érdekes dolgok lennének, vagy ha esetleg kivilágosodik, akkor majd szépen visszatérünk, és most mutatom, hogy mi hogyan történt. Itt a városban még csak látszik valami, úgyhogy ezt azért úgy meghagyom. Ugye arra kell vigyázni, hogy az ember ne lépje túl a sebességkorlátozást, mert akkor büntetik. Itt 50-nel lehet menni, úgyhogy annál nem megyünk többet. Caution! Please mind the speed limit. Ugye szól is a GPS, hogy túlléptem. Úgyhogy szépen ilyen 40-50 környékén itt a városba eltötymörgünk, főleg itt a rakparton, a hídon.
Kicsit darabos a kormány, mert ugye billentyűzettől játszom, tehát WASD az erre képes. Lehet ez kormánnyal meg gázpedállal is játszani, biztos nagy élmény, főleg, hogyha az embernek egy jobb fajta kormánya van, ami ilyen szögelfordulásos, meg esetleg force feedbackes is, tehát hogy vissza pofázik a kormány, hogyha ránt a kerék, de hát így is azért elég jó. Jó? Tehát haladunk, aztán Kossz, majd mielőtt... Please mind the speed limit. Igen, bocsánat. És most értünk Greensből, és akkor lehet neki nyomni egy 80-ig. Keep left, and then turn left. Turn left. Egy fényszórót, nem sok minden látszik a tájból, és ez az én szerencsém egyébként, meg ez a ti szerencsétek, ilyen a ti szerencsétek. Na jó van, tényleg nem szórakozok ezzel, hanem majd, hogyha olyan részre érünk, ahol már van mit látni, akkor visszakapcsolódunk és vágok egyet. Na, tehát közben kivilágosodott, és egyébként meg elhajtottunk Prágáig, még 55 kilométer van hátra, és 49 perc. Go straight on. Úgyhogy most már legalább lehet látni valamit. A játékból is, meg a kamionból is. Mindenféle dolgok vannak itt a városokban. Van szálló, ahol meg lehet szállni. Mindenféle műhelyek, ahol lehet javítani a kamiont. Caution. Please mind the speed limit. Igen, meg 50-es korlátozás, amit be kéne tartani. Ugye be lehet azt állítani, hogy figyelj a fáradtságot, és akkor hogyha túl sokat mész megállás nélkül, akkor elkezd a sofőr hásítozni, és muszáj megállni. Hát ezt nem most kikapcsoltam. Túl sokat hásítozott a sofőr. Itt jobbra is lehetett volna aludni. Egyet, hát most már... Caution! Please mind the speed. 40 kilométerrel a cél előtt nem fogunk elmenni lefeküdni. Egyébként meg van tempomat. Most rányomtam, és akkor most ő fogja tartani 79-et itt az autópályán. Keep right. Eddig tartott a jó világ, egyébként végig tötymörögtünk mindenféle ilyen sokadrendű mellékutakon, amit ti nem láttatok, az erdő kellős közepén. Exit right. Azt hittem, hogy már sose fog esni. Turn left.
turn right. Nem merem levenni az útról a szememet, mert abban a pillanatban neki megyek a korlátnak. De most talán már sikerül, és bekapcsoljuk az ablaktörlőt. Lehet lassabban, lehet gyorsabban. Azért meg kell mondjam, hogy ez jól lesz ki, amikor esik az eső. At the roundabout, take the second exit. A második kiáratnál fogunk kimenni. Szép lassan, mert természetesen ilyenkor szoktak jönni. Most nem jöttek. Figyeljetek, hogy macskakő, meg repedezett út, felület, meg minden van. Ugye ezt a jobb gépeken tudod beállítani ezeket a részleteket, rosszabb gépeken eléggé, hogy mondjam, gyöngécske lesz a grafika, arra számítsát, de mondom, 3000 forint a szoftver. Most már játszom vele évek óta, legjobb 3000 forint volt, amit valami játékba belefektettem. Na, mindjárt megérkezünk és keep right. Lerakjuk a Scout-hoz. Scout. De nem szabad nagyon kis évbe fordulni, mert elkapod a szélét a kapunak. Látjátok, így is éppen, hogy csak befért a jármű. És amikor megérkezünk, akkor mindig megkérdezi, hogy beparkolok-e magamtól, vagy pedig kérek asszisztenciát. De mivel ugye arra hajtok, ugye, hogy minél több legyen a tapasztalati pontom, ezért én inkább beparkolok. Látjátok, ott mutatja a jobb oldali térképen itt, hogy hova kell betenni. Hát reméljük, hogy ez nem lesz egy nagyon bonyolult dolog, úgyhogy akkor oda rakjuk be a cuccot. Most már viszonylag világos is van, így hajnali 5 óra 40-kor. Úgyhogy még talán látni is fogjuk a járműnek a hátulját, meg mindent. Nem vesszük szűkre, mert elcsípjük az oszlopot. Ott van a hely, ahova majd be kell tenni. Ott világít. Azon az oldalon. Na. Ezt hogy csináljuk? Tolatással. Arra azért figyeltek a játékkészítői, hogy sose tudjál szemből beállni. Ugye a kamionos dolog az olyan, hogy hát a nyergessel tolatni nem egyszerű dolog. És mondhatnám, hogy ez a kamionos létnek a csínya-bínya, és akkor még ide tesznek egy-két konténert is, hogy nehogy jó legyen. Ugye nekünk most ki kéne fog egyből sikerülni, azt már elmondom. Ugye nincs elég hely. De hogyha az ember ügyes, és kiegyenesíti a kamiont, akkor azért menni fog ám az. De mindig mondja, hogy majd ő segít. Én köszönöm szépen, nem kérek segítséget, úgyis mondhatnám, hogy ezt élvezem a legjobban a játékból, ezt a részt. Amikor be kell tolatni.
majdnem jó lesz. Nem, még jó is lett. Nem kell ám azt olyan nagyon pontosan betenni. Lecsatoljuk. Letalpalunk, és nézzük, hogy mennyi pénzt kapunk. Kiváló! Összességében ez egy 2.438-at, és léptünk egy szintet az 5-ös szintre, ami azért jó, vagy hát a 4-es szintre, ami azért jó, mert választhatunk, hogy mibe szeretnénk képezni magunkat. Ugye mindegyiknek más-más előnye van, én azt mondom, hogy úgy kell az embernek magát képezni, hogy egyensúlyban legyenek a dolgok, tehát nem kell valamiből nagyon eltolni előre, hanem azért egyensúlyban legyenek a dolgok. Úgyhogy én most az ökovezetésre fogok rátenni, mert ugye az megtakarít, és most már hogy saját kamionom van, bocsánat, saját kamionom van, az üzemanyagnak elég fontos szerepe lesz, úgyhogy ezt kérjük, és kész. Jó, hát ennyi, amit még esetleg megmutatok nektek, az a kamion fejlesztés, megnézzük, hogy van-e itt mindenféle dolgok elérhetőek, úgyhogy a legközelebbi kamion volt, hát 40 kilométerre van, úgyhogy ezt is meg ki fogom vágni, és amikor megérkezek, akkor már megmutatom nektek, hogy mit is lehet csinálni a kamionboltba a kamionnal, jó? Turn left. Na végre. Tehát akkor sikerült találni egy szervizt, és akkor nézzük, hogy mit lehet csinálni. Ugye meg lehet csináltatni a hibákat, 60 ezer forintnyi hiba van a kamionon. Szerencsére. Úgyhogy ez nem egy nagy dolog, és akkor nézzük, hogy miket lehet rajta tuningolni. Hát 8-as szint kell ahhoz, hogy jobb kabintetessek rá, úgyhogy ezt nem fogok tetetni rá. Az alvászhoz is legalább 8-as szint kell, addig még van egy kicsi. A motorhoz is egy 6-os szint kell. Viszont a sebváltót azt 5 millióért adják, de abból lejön ugye 1 millió. 900 ezer, tehát ezt megrendeljük. Attól azért egy kicsit jobb lesz a gép. Fülke belülről nem lényeges, átfestetni nem fogjuk, mert nekem ez a piros, ez nagyon tetszik. És akkor nézzük. Kökhárító 1.200.000. Tehát erre most nem költünk. Nézzük a gumik. Első felni. Szuper jól fog így kinézni. Kifordított első felni. Látjátok, milyen szép lett minden. A Absolute Black Edition. Szupi. Napellenző. Hát ez már fel van téve, nem nagyon értem, hogy miért ajánlja föl. Na, tehát így megy a kamionnak a tuningolgatása. Amennyi pénz éppen van az embernek, annyit költ rá.
nagyon csini. Látjátok, milyen csini? Úgyhogy ennyi. Na, remélem, hogy tetszett. Hát én meg fogok izzadni, mire ebből a sok kolbászolásból összevágok egy jó videót, de hogyha itt ezt a végét látod, akkor ez azt jelenti, hogy sikerült. Talán most nem tűlt el a YouTube is, mert nem teszek bele direkt zenét. Úgyhogy ennyi lett volna most hirtelen. Remélem, hogy tetszik. Tehát, ha beszeretnéd járni úgy Európát, hogy nem mozdulj ki a lakásból, akkor itt van egy jó proki 3000 forintért, illetve hogyha veszel hozzá még országokat, akkor azokra fizetgetsz majd rá dolgokat. Köszönöm szépen a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra, sziasztok!